Jó estét kívánok! Ahogy már biztos hallották, terrortámadás történt egy berlini karácsonyi vásárban, a támadót pedig még mindig nem sikerült elfogni. A tragédia hírére ma a TEK páncél járművei jelentek meg a budapesti és vidéki utcákon és tereken, miközben egyre több szakértő azt gondolja, Európa háborúban áll. Így van-e? Kellene félnünk itthon nekünk magyaroknak? Megoldása a menekült politika szigorítása. Nézzék meg a berlini tragédiáról szóló összeállításunkat, aztán Kovács Zoltán kormányszóvivővel kezdünk. A teherautó hétfőn este 8:30 körül hajtott bele a tömegbe a karácsonyi vásáron, nem messze Nyugat-Berlin legnépszerűbb bevásárló utcájától. 80 méteren át tarolt le mindent, ami az útjába került. 12 ember meghalt, 48 megsebesült, sokan súlyos állapotban vannak. A lengyel rendszámmal rendelkező kamion acélgerendákat szállított volna Lengyelországból Olaszországba. Mint később kiderült, a lengyel sofőrt meggyilkolták. Valószínűleg így vették el a járművét. A holttestét az anyósülésen találták meg. A volánnál egy pakisztáni bevándorló ülhetett, aki elmenekült a helyszínről, de egy közeli parkban elfogták. Tagadta, hogy közel lenne a merénylethez. Hajnalban kommandósok hatoltak be egy berlini menekült szállásra. Itt lakott a 23 éves pakisztáni férfi, aki egy éve érkezett Németországba, a nyugat-balkáni útvonalon, és kisebb bűncselekmények miatt korábban már a rendőrség látóterébe került. Azt kell feltételeznünk, hogy terrortámadás történt. Mindannyiunknak nehéz lesz elviselni, ha bebizonyosodik, hogy az elkövető olyas valaki, aki védelmet és menedéket keresett Németországban. A kancellár arról is beszélt, hogy az ország nem engedi meg, hogy a félelem megbénítsa. Sőt, a németek folytatják szabad és nyitott életmódjukat. A bajor miniszterelnök viszont változásokat sürgetett. Tartozunk az áldozatoknak és az egész országnak azzal, hogy átgondoljuk a bevándorlási és biztonsági politikánkat, sőt, megváltoztatjuk, jelentette ki Horst Seehofer. Az Iszlám Állam nevű terrorcsoport már korábban merényletekre szólította fel követőit, akár gépjárművekkel is. Ősszel pedig kilátásba helyezte, hogy támadásokat hajt végre az európai karácsonyi vásárokban. És itt is van velünk telefonon keresztül Kovács Zoltán kormányszóvivő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye a délutáni hírek arról szóltak, hogy 3 magyar érintettből 2 nem sérült meg, 1 pedig könnyebben sérült és elengedték a kórházba. Van-e bármilyen friss információ esetleg magyar állampolgárral kapcsolatban? Fogalmazunk egészen pontosan, 3 feltételezetten érintett ember volt, akiről 2-ről bebizonyosodott, hogy nem voltak érintve a dologban, tehát nem voltak a közelében. Egyről pedig ugye egyelőre annyit tudunk, hogy reggel el is hagyta a kórházat, tehát ő sérült volt. Továbbra sem tudok hivatalos, illetve megerősített információt a hatóságok részéről. Mindezt, amit tudunk, azt a hozzátartozók, illetve az ilyenkor beüzemelt konzuli segítségszolgálaton keresztül tudjuk, tehát ilyenkor ugye minden nagykövetségünk azonnal a telefonszámot tesz le elérhetővé, illetve a munkatársak egész éjjel figyelték, hogy bármely magyar állampolgár segítségére tudjanak azt sietni. Viszont tudjuk, hogy bár a 3-as közepes fokozat maradt itthon a terrorfenyegetettségi szintet illetően, viszont megjelentek Budapest utcán és vidéken is a TEK páncélozott járművei. Sokakban felmerült a kérdés, hogy mire jó ez az erődemonstráción túl? Ne becsüljük le azért a járőrök az egyébként most már hónapok óta a közterületeken megerősítette járőröző rendőrök, honvédek, illetve katonai rendészek jelenlétének az elrettentő erejét adott esetben. Ezek az emberek hóban, fagyban, hidegben, esőben védik részben a magyar határt, ugye több ezren, és vannak jelen a közterületeken. Nagyon fontos, hogy a jelenlétükkel is azt sugallják, hogy a kormányzat, illetve a rendvédelmi szervek mindent megtesznek azért, hogy idehaza megpróbáljunk elkerülni egy ilyen típusú támadást. De ha ne adj Isten, a nidzaihoz és a mostanihoz hasonló terrortámadás történik, akkor abban az adott helyzetben, egy ilyen álló helyzetben lévő páncélozott jármű mit tud tenni, ha már behajtottak arra a térre? Ráadásul ugye igazoltatni nem tud belőle kipattanni hirtelen a tekes rendőr. Konkrétan mi ennek az értelme, az elrettentésen túl, ahogy fogalmazott? Hát, hogyha már ilyen mélyre megyünk a konkrétumokban, természetesen egy ilyen járműnek adott esetben egy tűzharc, vagy egy bármilyen más kapcsán ott a civilek között tűzharc? Lehetősége.
nézze, voltak ilyen típusú beavatkozások, illetve erre szükség Európa különböző városaiban, vagy a világ más részén. Ez egy ilyenkor szokásos, bevett eljárás. Hát azt hiszem, hogy sokakat nem nyugtatott meg, hogy akár... Elhiheti, hogy az erre kialakított protokollok azok arra szolgálnak, hogy a lehető legnagyobb biztonságot adják részben a védetteknek, részben pedig segítsenek a rendet tartónak a rendet megtartani. Az ilyen intézkedések, a megerősített rendőri jelenlét, az nem arra szól, hogy nem arról szól, hogy megrémisszen embereket, hanem annak a biztosításáról még egyszer, hogy minden eszköz rendelkezésre, hogyha szükség lenne, és ne legyünk naivak, én erre délután is felhívtam a figyelmet. Tehát lehet azt gondolni, hogy minket nem érhet ilyen baj, és Európában mondjuk csak éppen a németeket, vagy korábban a briteket, vagy a spanyolokat célozzák, de a mostani támadások is, mint tudjuk, van magyar érintettje. Korábbi támadásoknál is kiderült, hogy voltak magyarok a sérültek között. Magyarok laknak Európa, sőt a világ szinte minden szegletében, és még egyszer, az a típusú terrorizmus, amely ma a világot, Európát fenyegeti, az bármikor, bárhol előfordulhat. Igen, ezzel is fogjuk folytatni a következő vendégükkel. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Kovács Zoltán kormányszóvivőt hallották, és itt van már velünk is Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Jó estét kívánok! Először reagáljon az elhangzottakra, arra kérem, hogy ez az elrettentés, ez így eléri a célját ezekkel a jelenetekkel? Az elrettentés, mint fogalom létezik, elképzelhető, hogy elrettentést hajtanak végre. Kérdés az, hogy kivel szembe. A lakosságot akarják elrettenteni, vagy a terroristákat akarják? A lakosságot ez biztos, hogy nem nyugtatja meg? Szerintem inkább... a lakosságot nem nyugtatja meg, mert a lakosság arra gondol, hogy micsoda veszély lehet itt, hogyha páncélozott szállító harcművet kell kiállítani. Na most ez a BTR 80-as jármű, ez alapvetően nem rendőre, nem katonai jármű, és általában használják felderítésre, használják arra, hogy támadást hajtanak vele végre, vagy egy védelmi vonalat foglalnak el, nem egy járművel, hanem többel egyszerre. Akkor logikus az lenne, hogyha a karácsonyi vásárok behajtási pontjaira állnának. Pontokra nem kell ilyen jármű, a beállítási pontokra elég, amit most Németországban is már több kisvárosban megtettek, mégpedig az, hogy nagy betonokat tesznek a fő butonalakra, és ilyen teherautókkal vagy nagyobb járművekkel sem lehet megközelíteni a helyet. Vagy léteznek például nagy kövek. Darúval leraknak nagy követ, az le van zárva. Budapesten is van, Magyarországon is van egy jó néhány hely, ahova már ilyeneket leraktak, nem ezzel az eseménnyel kapcsolatban egyébként. Nézzük meg az amerikai nagykövetség környékét, vagy a brit nagykövetség környékét. Nem lehet megközelíteni, tehát nem feltétlenül szükséges azért egy páncélozott szállító harcszeművet elhelyezni. Ráadásul hát egyedül az nem sok mindent tud kezdeni, tehát én túl sok értelmét ennek nem látom. A betonelemek elhelyezésén túl mi lenne ön szerint az adekvát hatósági lépés, magyar lépés erre a berlini tragédiára? A Magyarország terrorfenyegetettsége tudomásom szerint nem nőtt, legalábbis erről nem szólt senki. Ha Magyarország terrorfenyegetettsége nőtt volna, akkor indokolt lenne különböző intézkedések bevezetése, notabene nem csak indokolt, hanem eleve kötelező lett volna. A következő dolog pedig az, hogy mit lehet tenni, hát nyilván ebben a nagy pakliban, hogy terrortámadás indul különböző országok között Európában, elsősorban Nyugat-Európában, ebben benne van az, hogy a koalícióban résztvevő országok ellen lehet terrortámadás végrehajtani. Vagyis elvileg fenn vagyunk ebben a terrortérképen. Elvileg fenn vagyunk a listán, és nem csak elvileg, hanem már 2005. szeptemberében ezt az iszlám állam meghirdette, és ezt a dolgot azóta többször ismételték. Ráadásul ugye az amerikaiak erre tettek még rá egy lapáttal, amikor szeptemberben bejelentették azt, hogy föl kell készülni arra az idén szeptemberben, hogy a karácsonyi vásár környékén merénylet várható. Ez kizárólag az amerikai turistákra vonatkozik. Majd ezt követően később néhány Európai Uniós ország is tett ilyen kijelentést, és az Európai Unió rendőrsége, a Europol szintén felhívta a tagállamok figyelmét, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem volt előzetes figyelmeztetés. Nyilván ilyenkor a rendőrségnek, a szolgálatoknak feladata van, de mit tehet a saját biztonsága védelme érdekében egy magyar állampolgár? Ugye elmondta a kormányszóvivő is korábban, hogy mindenkinek azt javasolják, hogy regisztráljanak a különböző országok nagykövetségein, városokban, hogyha utaznak. A közösségi oldalakon is vannak olyan lehetőségek, hogy az ember jelzi, hogy éppen biztonságban van, de ezen túl bármi érdemi tudunk mi ezen magunk tenni? Ezen túl a lakosság különös dolgot nem tud tenni, hát azt nem merem mondani, hogy ne menjen ilyen helyekre, mert a karácsonyi vásár
vásár, azért van, jól érezik magukat az emberek, és elmennek, és nem csak karácsonyi vásáron van itt szó, mert itt lehet egy közlekedéssel kapcsolatos terrortámadással számolni bármikor. Ugye karácsony körül megindul a hatalmas nagy forgalom, vonatok, autóbuszok, repülőterek környéke mind kiemelt célpont lehet. Tehát ne fókuszáljunk mi most a karácsonyi vásárra azért, mert történt egy ilyen támadás Németországban. Teljesen esélytelen, hogy egy átlagember, ha figyel, akkor kiszúrja a gyanús mozgást? Hát eléggé esélytelen, mert azért ilyen tömegbe nehéz észrevenni, és általában az átlagember nem arra figyel, hogy ki van körülöttem. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen hely, mint a karácsonyi vásár, természetes dolog, hogy csomaggal vannak. Legtermészetesebb dolog a világ, hogy hátizsákot visznek, amiben be lehet tenni különböző szereket, tehát ezeknek a kiszúrása az átlagember részéről szerintem majdnem lehetetlen. De pont ezért lehet, hogy akkor civilben sokkal több járőr van most a budapesti utcákon, és csak hát nyilván ezt nem reklámozzák? Nyilván, hogy vannak többen, tehát civil ruhás rendőrök is vannak, nemzetbiztonságiak vannak, biztonsági őrök is vannak, ugye telepítve sok helyre, tehát ezek figyelnek, ezeknek a tevékenységét amennyire lehet összehangolják, és hát nyilván ez kell valami előzetes figyelmeztetés. Kamerák fel vannak szerelve, tehát annak az elemzéséből is lehet következtetéseket levonni. Sőt, uram, bocsá, ha egy kamerát összekapcsolunk egy automata elemzőrendszerrel, akkor már az gyanú személyeket kiszúrhat, és attól kezdve át lehet venni egy szorosabb figyelésre. Ezzel felszerelt a magyar rendőrség? Felszerelt, persze, nemzetbiztonsági szolgálatoknak is van, tehát ilyen lehetőség megvan. Ne menjen sehova, folytatjuk, csak most Uzoni Eszterrel, az ATV külpolitikai szerkesztőjével fogok beszélgetni, mert hát, hogy sajnos lassan már hozzászokunk az ilyen terrortámadásokhoz, amelyeket ugye az iszlamista vonatkozásban a Charlie Hebdo elleni támadástól számítjuk, és Eszter összefoglalta nekünk, hogy mi történt Charlie Hebdo óta. Igen, szervusz, jó estét kívánok a nézőknek is. Van egy kis grafikonunk erről, amit meg tudunk mutatni. Ez az 5 legjelentősebb iszlamista támadást mutatja a Charlie Hebdo és a kóserbolt elleni támadás, vagyis 2015. januárja óta, ahol 17-en haltak meg. A legtöbb áldozatot a párizsi Bataclan futballstadion éttermek, kávézók ellen elkövetett merényletek követelték, összesen 130 ember életét. Ezt követi a mostanihoz kísértetiesen hasonlító tömegbehajtásos támadás Nizzában. Idén júliusban ott 84 ember halt meg. Szintén nagyon emlékezetes, hogy idén márciusban 3 robbantásos merénylet is történt Brüsszelben, ugye 2 a reptéren, 1 pedig a Malbec metroállomáson. Ezekben a támadásokban összesen 32-en haltak meg. A mostani berlini támadás az 5. a sorban 12 áldozattal, vagyis 2 év alatt ez az 5. legtöbb életet követelő támadás. Itt kell ugye megjegyeznem, hogy egy ember élete is túl sok, itt pedig összesen már 275 áldozatról beszélünk az 5 merénylet során. Hát igen, és akkor arra is térjünk ki, hogy Németországban sajnos a menekültekkel összefüggő támadásoknak, emberöléseknek hosszabb sora van, mint amiket most idéztél. Melyek ezek? Igen, sajnos így van. Csak azokat szedtem össze, amik idén július óta történtek, tehát az elmúlt fél évben, és ez sem kevés. Július közepén egy pakisztáni menekült 5 embert támadott meg baltával és késsel egy vonaton, majd a würzburgi pályaudvaron. Róla kiderült, hogy az iszlám állammal állt kapcsolatban. Ez volt a kezdete egy, ha lehet ilyet mondani, terrorsorozatnak Németországban. Ezután egy hét alatt összesen 10 embert öltek meg, több tucatnyian pedig megsérültek különböző fegyveres, robbantásos, baltás és macsétás támadásokban. Ezek közül 3 Bajorországban, 1 pedig Baden-Württembergben történt. A hatóságok akkor azt mondták, hogy a támadások között nem volt összefüggés. Aztán az országban nagyon nagy visszhangja volt egy októberi esetnek is, egy afgán fiatalember letartóztatásának, akiről kiderült, hogy megerőszakolt és megölte egy német diáklányt, később az is kiderült róla, hogy korábban is erőszakoskodott nőkkel. Novemberben pedig egy 12 éves német-iraki származású fiú próbált megrobbantani egy karácsonyi vásárban, a szintén Németországban található Ludwigshafenben. Hát ezek után nem véletlen, hogy a német hatóságok figyelmeztettek arra, hogy baj lehet a karácsonyi vásárok környékén, de ugye nem csak ők figyelmeztettek. Igen, nem csak ők, ahogy hallhattuk, hanem az Egyesült Államok is már hónapokkal ezelőtt figyelmeztetett, hogy merényletek készülhetnek Európában. A karácsonyi vásárok pedig kiemelt célpontok lehetnek, ahogy hallhattuk, a repülőterek és más tömegközlekedési eszközök mellett, de talán ezek a legsebezhetőbb helyszínek. De még így, hogy készültség volt, így sem sikerült megakadályozni egy ilyen merényletet. Nem véletlen,
hihetetlen, hogy az Egyesült Államok megválasztott elnöke Donald Trump arra szólította fel a civilizált világot, hogy a mostani török, német és svájci támadások után, ugye amik mind hétfő este, tehát tegnap történtek, változtassák meg az emberek a gondolkodásmódjukat, mert ez az egész szerinte csak egyre rosszabb lehet. Köszönöm szépen a hátteret, a külpolitikai kitekintést, és akkor folytassuk is Benedek Józseffel, mert ugye kevesebbet beszéltünk eddig arról, hogy a német államügyész azért azt a lehetőséget is meghatta, hogy itt csak egy terrortámadásra hajazó bűncselekmény történt, mert hogy ugye a támadót még nem sikerült elfogni, és nem történt beismerés sem, se közlemény, se videó formájában. Hova tegyük ezt az államügyészi mondatot? Igen, hát ez elején történt ez a megnyilatkozás, azóta a helyzet lényegesen változott. Egyértelmű terrortámadásról van szó, tehát ez már nem vita. Úgyis, hogy nincs beismerés, nem kell beismerni. Az események alapján, a modus operandi alapján nyugodtan lehet terrortámadásnak minősíteni. A beismerés az egy más kérdés, hogy beismerés is majd a bizonyítás, de hát a német vezetés egyértelműen elismerte, hogy akit most őrizetbe vettek, még az éjszaka folyamán, és kihallgatták, bebizonyosodott, hogy nem ő volt a tettes. Tehát a probléma most az, hogy nem tudják, hogy ki volt a tettes, szabadon van, és elképzelhető, hogy újabb merényletre készül. Arról meg korán lenne beszélni, hogy hányan vannak mögötte. Tehát, hogy egyedül van az illető személy, vagy még néhányan segítik a tevékenységét. Újabb támadásokkal is lehet beszélni. Igen, de az iszlamista merénylőknél eddig azt tapasztaltuk, hogy szinte büszkén vállalják a tettüket. Az föl nem merült, hogy ne vállalnak büszkén. Hát ez nyugodtan mondható, az, hogy ez öngyilkos merénylő, nyugodtan vállal. Sőt, hát, mint ahogy a török példában is láttuk, az illető személy, aki egyébként a török rendőrség tagja, kijelentette, hogy én innen holtan fogok távozni. Ő egy öngyilkos merénylőként könyvelhető el. Hát ez is, aki egy autó, teherautóval behajt a tömegbe, nem lesz nagy esélye, hogy ne kapják el fogják kapni, ez csak időkérdése. Mit gondol arról, hogy hát legalábbis a térkép azt mutatja, hogy Párizs, Brüsszel után ott egyre inkább felkészültek a hatóságok, a titkosszolgálatok, egyre inkább keletre vonul ez a terrorhullám. Lehetséges, hogy ez igaz, hogy minél inkább felkészültebb egy ország, annál inkább vándorol tovább ez a terrorista gépezet? Hát végül is akik részt vesznek az amerikaiak által vezetett koalícióban az iszlám állam ellen, ők mondták nem egyszer, hogy törvényes célok. Tehát nyugodtan lehet bármelyik országot megtámadni. Nyilván egy terrorszervezetnek sokkal fontosabb egy nagy országban, egy nagyvárosban egy látványos merényletet végrehajtani, amiből pillanatokon belül csinálnak egy hatalmas nagy média nyilvánosságot. És tulajdonképpen a média ingyen reklámozza őket. Egy kisebb országban ez már nehezebb, maga a megszervezés is nehezebb. Hát a például most összehasonlítjuk azt a helyet, ami Berlinben történt, mondjuk egy Vörösmarty térrel, teljesen más a kettő közötti lehetőség egy terrorszervezet számára. Ott ugye be lehetett menni, még akkor is, hogyha kicsit nehezebb volt az egy ekkora kamionnal, mint amivel bementek, de valaki nézze meg a Vörösmarty tér környékét, azért oda egy terrortúval behajtani nem olyan könnyű, nem zárja ki azt, hogy mondjuk egy személyautót nem tudok elhelyezni valahol előre, és nem robbantottam fel. Tudok mondani néhány ötletet, tehát ez nem okoz különösebb problémát. Viszont inkább arról, hogy azt is mondják szakértők, úgy fogalmaznak, hogy Európa háborúban áll. Igen, én ezt a mondatot folytatnám tovább. Háborúban áll a terrorizmus ellen. Vagy háborúban áll a szélsőséges dzsihadisták ellen. Az, hogy általában háborúban áll, ez mondjuk nem felel meg a valóságnak. Egyébként ez a mondás, ez François Hollande-nak tulajdonítható, aki a párizsi merénylőtt után ezt kijelentette, és azt is kijelentette, hogy a francia állam rendkívül keményen fog fellépni azok ellen, akik ezt végrehajtották. Tehát ebből a szempontból háború. De általában azért háború mást jelent. Hogyan fog fellépni Franciaország vagy Európa, ezzel fogjuk folytatni most. Kalkuk Györgyel, köszönöm szépen, hogy itt volt, mert hogy biztonságpolitikai szemmel körbejártuk az esetet. Most jön majd a politikai rész. Tartsanak velünk, mindjárt folytatjuk.
Hát itt is van Kakukk György, a DK elnökségi tagja, és hát ilyenkor szokás szerint elindulnak a politikai közlemények, mondjuk Kovács Zoltán azonnal arról beszélt, hát ez nyilván nem lep meg senkit, hogy elsődleges oka a történteknek az illegális és ellenőrizetlen migráció, a naivitást fel kell adni, a biztonságért mindent meg kell tennünk. Viszont Gyurcsány Ferenc, ugye a DK elnök azt mondta, hogy úgy tiszteli Németországot, hogy úgy próbálja Európát megvédeni, hogy közben megmutatja az emberiesség reményt ébresztő arcát, mert ha lemondunk erről, akkor olyanokká válunk, mint a gyűlölettől átitatott gyilkosok. Hol van itt a középút? Hát például ott lenne a középút, vagy ott lenne például ma, miközben erről beszélünk, hogy hát nem tudjuk, hogy ki az elkövető. Tehát itt most ilyen, mi elkönyveltük ezt a dolgot, hogy ki követte el a percepciók alapján. Nagy esélye van annak, hogy igaz, amit gondolunk, vagy amiről beszélünk, de nem tudjuk. Tehát mi most nem tényekről beszélünk, itt az előző beszélgetése arról szólt, hanem egy feltételezésről. Igazából kontextusba kellene tenni ezt a dolgot, mert van nagyon-nagyon sok vonulat. Az első megjegyzésem ahhoz, hogy ha azt mondjuk, hogy Európa háborúban áll, ugye ez a háború a terror ellen, ezt George Bush idejében kezdték el használni ezt a kifejezést, akkor azon kell gondolkodni, hogy ezt a háborút nem itt kellene Európában megvívni, hanem ott, ahol ezek a problémák keletkeznek. A menekültválságnak is ott van a megoldása egyébként. A problémát ezek a terrorszervezetek hozzák Európába, Európa fővárosaiba. Európában mindig voltak terrorszervezetek, csak ezzel hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Hát ugye a rendszerváltozás előtt Magyarország is a kommunista kormányzat támogatott különböző baloldali közel-keleti terrorszervezeteket. Hát itt élt közöttünk a magyar titkosszolgálatok támogatásával Carlos, aki... Ezek pedig világnézeti ideológiát azok is azok voltak. Ha feltesszük azt a verziót, amivel kezdte, hogy emögött most nem iszlamista ideológia, nem és tudjuk. Igen, de tegyük föl, hogy nem. Akkor is azért most hosszan sorultuk, látták a nézők, hogy nagyon sok ilyen hátterű tragédia történt az elmúlt években a Charlie Hebdo óta. Kell-e változtatnia, hogyan kell a menekült politikáján Európának? Európának úgy kellene a menekült politikáján változtatnia, hogy azt kellene eldönteni, hogy Európa nagyon-nagyon komoly erővel és azokkal az anyagi erőforrásokkal, amelyek rendelkezésre állnak, oda megy, ahol ez a probléma keletkezik, és ott próbálja ezt megoldani. Hát ugye Törökországnak juttatott pénz az erről szól, de nem túl hatékony. Igen, ugye 3 milliárd euróról beszélünk, miközben az illegális embercsempészet Törökországban minimum 10 milliárd euró bevételt garantált a szervezett bűnözői csoportoknak. Vagyis csak több pénz kellene? Tehát politikai elhatározás kellene, egy stratégia kellene, és oda kellene menni. Oda kellene menni az európai haderőknek, ha arra lenne szükség, és például Szíriában... Nincsen, hogy európai haderő. Hát, de van, az össze kell tolni, egymásba kell tolni ezeket a dolgokat. Mondjuk az ENSZ felügyelete alatt is oda lehetne menni ezekre a helyekre. Meg kellene akadályozni a népírtást, dehogy nem, békefenntartó erői vannak. Persze, de nem támadólag. Meg kellene akadályozni azt, hogy azok a tömegek, akikből ezek a terroristák kiválasztódnak, vagy kitermelődnek, azok tovább radikalizálódjanak. Mert ami most történik Irakban is és Szíriában is, az arról szól, hogy ezek az emberek, ezek a csoportok, ezek tovább radikalizálódnak. Az ankarai merénylet, az orosz nagykövetellen elkövetett merénylet, ennek a kiváló példája. Az elmúlt évek terrortámadásai annyiban nem finomítanak a DK politikáján, hogy abban lehet, hogy igaza van a jobboldali politikusoknak, hogy az európai határokon kívül kellene eldönteni, hogy ki jöhet idebe? Ott kellene eldönteni Törökországban például, hogy ide az Európába kitengedünk be. Vagyis akkor abban Orbán Viktornak igaza van, hogy menekültáborokat csak Európán kívül lehetne létesíteni. Nem, jelen pillanatban van egy adott helyzet. Ezt az adott helyzetet, erre kellene reagálni. Erre a helyzetre nem megoldás a kerítés. Ez teljesen világos. Teljesen világos, hogy Európa kiszolgáltatta magát például Törökországnak, azzal az Európai Unió és Törökország kötött megállapodás. Törökországba kell mennie, és ott kell segíteni, akkor muszáj Törökországgal együttműködni. Muszáj lenne együttműködni, de nem olyan alapon, ahogy jelen pillanatban ez a megállapodás szól. Akkor hogyan?
egy normális egyességet kellene kötni, ott kellene regisztrálni a menekülteket, ott kellene eldönteni, hogy ki az, aki európai menedékjogra jogosult, kit lehetne ide beengedni, ott lehetne őket nemzetbiztonságilag például megszűrni, ami nem történt meg, hiszen... Olyan hatalmas adminisztrációs tehernek tűnik, nem ami tűnik. Hát ez nem a közeljövő lépésre. Hát ez, ugye most már évek teltek el, mióta ez a probléma megy, és nem kezdtek neki. Tehát azért itt a magyar határon keresztül, Horvátországban keresztül, Magyarországon, Ausztriáig több százezer menekültet utaztattak, mindenféle ellenőrzés nélkül. Tehát nekem nem mondja most a magyar kormány az, hogy ők mindent megtettek, itt a szűrés, stb. Itt egy ilyen látszatpolitika volt. A játszatpolitika most is zajlik, hiszen a tekeseknek, amiről itt beszélt, itt leszállok a buszról a szénatéren, és egy ilyen tekpáncélautó áll velem szemben a járdán, én is meglepődtem. Hát igen, látszatpolitika hát van, meg azt gondolom, valódi halottak azt gondolom, a karácsonyi vásárban. Hogy Budapest biztonságáról beszélünk, hát azért naponta több százezre utaznak veszélyben, akik például a hármas metróra felszállnak. Na, ez már egy másik téma, ebben idáig nagyon fontos téma. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Most következik a híradó Bányai Viktorral. Holnap este is várom Önöket a Naphírében. Szép estét!